Dankó Dénes alpolgármester tájékoztatta a bizottság tagjait a svájci alappályázat részleteiről az ülésen. A pályázat benyújtásának határideje január 15-e, mely 85%-os támogatottságú és 900 millió forint a teljes összeg, melyre pályázni lehet. A projekt két részből tevődik össze. Van egy úgynevezett főprojekt, ami a teljes költségvetésnek fele kell, hogy legyen, és emellé maximum 10 kísérő projektnek kell betársulni. A főprojekt keretén belül a Sátoralja új helyben kerülne sor egy nagyobb volumen építkezésre, mászófallal, jégmászófallal, egy központi projekt ellátó szervezettel, ami gyakorlatilag a hegyközben lévő településeknek az ellátásában működnek közre. Ezen túl Sátoralja új helyben irodákat alakítanának ki, ahol a teljes projekt marketing részével és lebonyolításával foglalkoznának, és segítenék a hegyközben megtermelt áruk piacra kerülését. Ennek a programnak a keretén belül Sátoraljába vásárolnánk egy gumikerekes kisvasutat, amivel mind a turistákat, mind pedig az itt élőket tudnánk fuvarozni a városon belül, és hogyha igény van rá, akkor fel a hegyközbe is. Kísérő projektek közül az első szintén újhelyi közreműködésű, mely egy úgynevezett postakocsi szolgáltatás, valamint a helyi értékpontok kialakítása. Ezek a helyi értékpontok olyan kicsik boltok, amik a hegyközben megtermelt és Sátoraljújhelyben előállított kézművesltermékeket, élelmiszeripari termékeket ajánlanák a turisták és természetesen az itt élők figyelmébe. A postakocsi szolgáltatás pedig egy olyan lehetőség volna, amivel az ideérkező turistákat Újhelyből kiindulva a hegyköz településre tudnánk eljutatni, és például vágás után, aki szeretne, át tudna térni a lóvontatta postakocsira is, és az erdőben tudna egy kirándulást tenni. Ezen program keretében Fűzérkomlóson egy ökoturisztikai parkot alakítanának ki, mely az egyik kísérőpontja a projektnek. Ezen túl a zsúlyomkai pince sorrendbetétele is a kísérő programok között van. Ez az egyesület és az Újhely önkormányzat együttműködésével valósulna meg, fölvinnénk a vizet, szennyvizet, és ott egy általános területrendezés történhetne, meg is egy szabadtéri borászati múzeumot alakítanánk ki. A harmadik kísérő projekt Pálházán egy pisztráng park, egy pisztráng tónak a kialakítása. Ezen túl Pálházán a program keretében egy középkori pékséget és vízimalmot építenének, valamint az egyik vállalkozó csillagvizsgálót szeretne létrehozni. De a kistérség más településein is vannak kísérőpontok. Fűzéren egy középkori játszótér, játszópark kialakítására kerülne sor, egy helyi értékpontot ott egy magán vállalkozónál tennénk le. Ez a teljes projekt, melyre pályázik Sátoralja Újhely és a kistérség. A kétkörös pályázati rendszer első körét várhatóan március végére bírálja el a svájci fél.